Immár hagyományosan a Szent István napi forgatag részeként rendezték meg a fúvósok találkozóját. Idén a főtéren közel 160 fúvós játszott egyszerre és külön-külön is. A házigazda makói magánzeneiskola koncert fúvózenekara mellett holland, horvát és szerb együttesek álltak színpadra. Az ünnepi programok mellett karmesterkurzust tartottak, valamint a résztvevők több alkalommal muzsikáltak a Hagymatikumban és a Makovec téri pavilonban. A szakmai munka mellett a kikapcsolódásra is fordítottak időt. A környéket is bemutatjuk, Opusztaszerre vittük el őket, és például a horvát zenekar tegnap kiment Romániába, Temesvárt látogatta meg, úgyhogy nagyon fogékonyak és nagyon nyitottak Makó és környékére ezek az együttesek. Igyekszünk nekik bemutatni. Közülük sokan már az idegenforgalom fokozása szempontjából sokan vannak olyanok, akik régebben más zenekarok itt voltak, és nyaralni családdal ide jöttek vissza. A nemzetközi fúvós találkozó egyik vendége a horvátországi Solin városából látogatott el hozzánk. A Tonči Čičelić által vezetett Zvonimir Wind Orkesztrának 60 zenekari tagja van, melyből most 45-en érkeztek Makóra. We are very happy to be here in Makó, it's a beautiful town. Nagyon boldogok vagyunk, hogy itt lehetünk Makón. Ez egy gyönyörű város. A vendéglátóink kedvesen fogadtak bennünket, a barátunk Csikota József remek időtöltést szervezett nekünk. Reméljük, nem ez volt az utolsó alkalom, hogy ellátogathattunk az önök városába. We hope that this is not the last time we are here in Makó. A gálakoncert fénypontja a makói, a horvát és a szerb együttes szereplése volt, amikor is mintegy 160-an történelmi magyar indulót játszottak közösen az ünnep tiszteletére.